Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt képviselőtársaim! Kérem, szíveskedjenek helyüket elfoglalni, megkezdjük munkánkat! Tisztelt Országgyűlés! Most megkezdjük a határozathozatalokat. Kérem Önöket, ellenőrizzék képviselői kártyájukat, elhelyezték-e a szavazógépben. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a 2007. április 25-én és 30-án aláírt az egy részről az Amerika Egyesült Államok, más részről az Európai Közösség és tagállamai között légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztést Téper 572 számon megkapták. Megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak, a napirendi pont előadónak 20 perces időkeretben. Öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. 2001. szeptember 11 előtt is volt a polgári közlekedésbe szabályozásra érdemes jelenséges feladat. Biztonsági környezetszennyezési témák mellett versenypiaci problémák is jelentkeztek. Ezeket kétoldalú, de az Unió és az Amerikai Egyesült Államok illetékesei között zajló rendszeres tárgyalásokon összegezték, és próbálták meg mindkét fél számára előnyösen megoldani. Az európai közösség és tagállamai, másrészt az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás rendelkezései szerint a tárgyalások második fordulójába elért eredményeket 2010. novemberéig kell értékelni. Megállapodás szerint, ha a második fordulós tárgyalásokon nem sikerül egyezségre jutni, úgy 2010. november 30-át követően a megállapodásban rögzített jogokat bármelyik fél felfüggesztheti, így ennek érdekében, hogy a feleke kényszerű lehetőséget elkerüljék, alapvető fontosságú volt valamennyi szerződő számára, hogy a tárgyalások mielőbb sikerrel záruljanak. Hosszas egyeztetés eredményeként a közlekedési miniszterek már a 2010. június 24-i tanácsülésen döntöttek a módosító jegyzőkönyv aláírásáról. A jegyzőkönyv a elsőfordulós megállapodásra épülve további együttműködést biztosít a beruházások, a felek légiközlekedési piacaihoz való hozzáférés, valamint a környezetvédelmi területén. Először is mindkét fél részéről határozott kötelezettségvállalást tartalmaz annak érdekében, hogy korlátozzák, illetve csökkentsék a nemzetközi légiközlekedésnek a környezetre gyakorolt szennyező hatását. Ma Magyarországon és Budapesten ez egy égető és mindennapi probléma. Másodszor, a zajkorlátozásra vonatkozó uniós szabályok módosítását követően az Európai Uniós légitársaságok jogosultak lesznek az úgynevezett hetedik szabadságjog gyakorlására, és az USA, illetve valamely a vegyes bizottság által kijelölt öt ország között az Európai Unió területén található pont érintése nélkül légijáratokat üzemeltethetnek. Harmadszor az Egyesült Államokban az uniós befektetők tulajdonába lévő és irányítás alá tartozó harmadik országbéli légitársaságok elé állított piaci hozzáférési akadályokat a fenti jogszabályok módosítását követően felszámolják. Negyedszer a jegyzőkönyvbe foglaltak alapján az Amerikai Egyesült Államokban végrehajtott, az amerikai légitársaságokban uniós többségi tulajdonlást és ellenőrzést lehetővé tevő jogszabályi változást követően az Amerikai Egyesült Államok légitársaságai szintén jogosultak lesznek a hetedik szabadságjog gyakorlására, és az Európai Unió is engedélyezni fogja az európai légitársaságok vonatkozásában az amerikai többségi tulajdonlás és ellenőrzést. Tisztelt Országgyűlés! Többször említettem a hetedik szabadságjog lényegét, amelynek fontosságát egyetlen példával engedjék meg, hogy szemléltessem. Eddig nem volt lehetséges, hogy egy, az Európai Unió területén kívüli úgynevezett engedélyes ország, például Kanada, és az Egyesült Államok bármely repülőtere között unióbéli légitársaság közvetlenül szállíthasson utast vagy árut.
ma már nem kell európai pontot érinteni ahhoz, hogy legalábbis az öt kijelölt tagország tekintetében ez a lehetőség megvalósuljon. A jegyzőkönyv tehát jelentős kereskedelmi előnyökkel jár az uniós légitársaságok számára, mivel az elért eredményekre épülve további beruházási és piaci hozzáférési lehetőségek teremt számunkra. Mindezekkel figyelemmel kérem a tisztelt országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm türelmüket. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megadom a szót Gruber Attila képviselő úrnak, a Külügyi Bizottság előadójának 5 perces időkeretben. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház. Az általunk tárgyalt T572-es számú törvényjavaslatban meghatározott jegyzőkönyv egy 8 fordulós tárgyalássorozat eredménye után került véglegesítésre. Ahogy államtitkár úr is jelezte, több olyan lényeges kérdés merült fel ennek kapcsán, ami a jövőben nem csak az egyes országok, hanem az Unió, illetőleg az Egyesült Államok közötti légiközlekedés minőségének a javítását is szolgálja. Hiszen a környezetvédelem és ezen belül a zajvédelemmel összefüggő nagyon sok fontos kérdés is a jegyzőkönyv tartalmi elemét képezi. Nagyon fontos továbbá az a szociális dimenzió és a magas szintű foglalkoztatásról szóló eleme a jegyzőkönyvnek, ami minőségi, magasan képzett szakemberek munkahelyhez jutását is biztosítani fogja. A bizottsági ülésen különösen foglalkoztunk a módosított 21-es cikkben meghatározottakkal, ami nem más, mint az államtitkár úr által is említett légitárságban, amerikai légitárságban, európai uniós légitárságok, illetőleg fordítottan európai légitárságok, amerikai légitárságban történő tulajdonszerzésének a lehetőségét biztosítja. A bizottságban azt az örömünket és reményünket fejeztük ki, hogy ez remélhetőleg nem egy aránytalan, hanem egy megfelelő arányosítással bíró lehetőség lesz, azaz valóban lehetősége lesz az uniós országoknak az európai légiközlekedési területen kívül pozíciók szerzésére is. Mindezekre tekintettel a bizottság a törvényjavaslat elfogadását egyhangulag támogatta. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr, tisztelt országgyűlés! Most megadom a szót Szabó Vilmos képviselő úrnak, aki írásban előre jelezte felszólási szándékát. Öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A 2007. április 25-én és 30-án aláírt módosító jegyzőkönyv az európai közösség és tagállamai és az Amerikai Egyesült Államok között fontos esemény volt, amelyet hosszú hónapokat tartó tárgyalás sorozat követte. 8, ahogy itt ez már említésre került, 8 tárgyalási forduló során sikerült megtalálni és elfogadni azokat a megállapodásokat és azokat a pontokat, amelyek minden érintett számára megfelelően, az érdekeiknek megfelelően tartalmazzák a legfontosabb pontokat. Magam is szeretném kiemelni ebből azt, hogy további együttműködés biztosít a beruházások területén, a felek légügyi piacaihoz való hozzáférés területén, valamint a környezetvédelem, a biztonság és a védelem területén. Egyetértek államtitkár úr, hogy a környezetvédelem különösen is fontos, hiszen a zajvédelemmel összefüggő feladatok azok a mi számunkra is különösen sok gondot okoztak eddig, és megkönnyíthetik a helyzetünket. Hasonlóan fontosnak tartom én is a szociális dimenziót és a magas szintű foglalkoztatásból származó előnyöknek a biztosítását, és természetesen a piacokhoz való hozzáférés kiemelt szerepét. Azt gondolom, hogy a hosszú tárgyalási folyamatok eredményeként megszületett megállapodás megfelel a magyar nemzeti érdekeknek is, és ebből következően a Magyar Szocialista Párt frakciója támogatja a tervezet elfogadását. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Kérdezem, kíván-e még valaki a vitában felszólalni?
mivel felszólalót nem látok, így megkérdezem, hogy megkésve ugyan, de Jávor Benedek képviselő jelezte felszólási szándékát. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőház. A légiközlekedési egyezményről szóló javaslattal kapcsolatban én szeretnék néhány gondolatot azért hozzáfűzni, anélkül, hogy a rendelet egészével kapcsolatban az LMP álláspontját elmondanám. Maga az egyezmény tartalmaz egy olyan fejezetet, amely a környezetvédelemre vonatkozik. Ez az egyezmény, ez egy korábbi egyezménynek a módosítása, ahogy ez el is hangzott, és bizonyos fajta előrelépés a környezetvédelem területén tapasztalható az egyezményben. Ugyanakkor azt látni kell, hogy messze elégtelenek az ebben szereplő intézkedések ahhoz, hogy a légiforgalomnak a környezetre, ezenből különösen az éghajlatra gyakorolt hatását megfelelőképpen kezeljék. Tudjuk, hogy a légiközlekedés nagyon fontos kibocsátó, széndioxid kibocsátó, üvegházgáz kibocsátó szereppel bír, és elsődleges cél lenne a klímaegyezményeknek, a nemzetközi klímatárgyalásoknak egyébként az egy fontos eleme, hogy visszaszorítsuk azokat a közlekedési formákat, amelyek aránytalanul terhelik a környezetet ilyen üvegházhatású gázokkal. Ez az egyezmény szóban nagyon elkötelezett a környezetvédelmi érdekek mellett, arról szól, hogy milyen erőfeszítéseket kíván tenni a részes felek a környezetvédelem ügyében, de amikor a konkrétumokra kerül sor, gyakorlatilag semmit nem tartalmaz. Mi több, olyan elemek jelennek meg benne, amelyek nagyon erősen korlátozzák a részes feleknek a lehetőségeit, szigorúbb az egyezményen foglaltaknál szigorúbb kibocsátási feltételeknek a megfogalmazására. Gyakorlatilag nem jelenik meg benne a szennyező fizet elve, tehát hogy a légiközlekedés által kibocsátott üvegház hatású gázok által okozott környezeti károknak a fedezése, az igenis a kibocsátó, a szennyező számláját kell, hogy terheljék. Nem szerepelnek benne olyan elemek, amelyek jelzik, hogy a légiközlekedést a nemzetközi kvótakibocsátás, kvótakereskedelem hatája alá kell vonni, ami az Európai Uniónak hosszú távú célja. Nem szerepelnek benne olyan konkrét intézkedések, amelyek biztosítják azt, hogy a káros anyagoknak a kibocsátására érdemi, hathatós, eredményes intézkedéseket hozhassanak a részes felek. Természetesen tudjuk, hogy nem a magyar parlament hivatott arra, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok között kötött légiforgalmi egyezmény módosítását ezen a ponton megtegye, de nagyon fontosnak tartom, hogy a parlament, amelyik ugyan szemmel láthatólag kevéssé érdeklődik ez iránt a kérdés iránt, de legalább halljon arról, hogy amikor légiközlekedési egyezményeket kötünk, akkor a fenntarthatóságról is beszélünk, a klímaváltozásról is beszélünk, unokáink jövőjéről beszélünk, kedves képviselőtársaim, és ezt jó lenne, hogyha nem csak az LMP képviselő, és nem csak én próbálnám újra és újra elmondani a parlamentben. Köszönöm a szót. Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki felszólalni a vitában? Mivel több felszólaló nem jelentkezett, megkérdezem Fónagy János államtitkár urat, kíván-e válaszolni az elhangzottakra? Államtitkár úr nem kíván válaszolni az elhangzottakra, ezért az általános vitát lezárom. Arra figyelemmel, hogy a törvényjavaslathoz módosító indítvány nem érkezett, most határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a TÉPER 572 számú törvényjavaslatot? Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a törvényjavaslatot 348 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról.